A 2020. évi 341-es számú kormányrendelet hatályos jogszabályai értelmében a 10.000 lélekszámot meghaladó városok közterületein kötelezővé tehető lett a maszkviselés. Appelshofer Ágnes, Tolna város polgármestere élve ezzel a lehetőséggel bevezette ezt az intézkedést. Ez alól értelemszerűen a zöld területek, amiből egyébként elég sok van a városban, ott nem kell maszkot hordani, és sportoláskor sem kell maszkot hordani. Az összes intézkedés, ami egyébként a járvánnyal és a járványügyi vészhelyzettel kapcsolatban megjelent, az nem csak helyi, hanem országos szinten is egyező, tehát mindenhol gyakorlatilag az országban ugyanazok a szabályok érvényesek. Az intézmények tekintetében tudható, hogy a Tolnai Kulturális Központ és a könyvtár ugyan nem zárt be, de látogatókat nem fogad. A Családsegítő Központ működik, de az idősek klubja nem. Azokat az időseket, akik a Tolnai vagy a Mörzsi telephelyen szokták tölteni a napjaikat, saját otthonaikban, ha szükség van rá, ellátják. A Tolnai polgármesteri hivatal is bezárja kapuit. Természetesen ez csak a személyes ügyintézést érinti. Az elektronikus ügyfélfogadás továbbra is működik. Sportlétesítményeket csak versenysport céljából lehet igénybe venni. Tehát a sportcsarnokok, a kajakház és a focipálya nyitva van ugyan, de ott amatőr sportolásra nincs lehetőség. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy baráti társaság nem mehet be röplabdázni, teniszezni, focizni, de a sportegyesületek igazolt versenyzői versenyezhetnek és edzhetnek ott továbbra is. Ha verseny van, akkor azokat csak zárt kapus rendezvények keretében lehet megtartani, tehát gyakorlatilag nézők nélkül. Ezen felül mindenkitől azt kérik, tartsák be az intézkedéseket, hordják a maszkot és vigyázzanak egymásra.